Újoncként vágott neki a megyei első osztályú bajnokságnak a balkányi ese. Az együttes edzője, Mirgai László, a felkészülési meccseken látottakból kiindulva a dobogó környékére várta a csapatot, amely alaposan túlszárnyalta a tréner reményeit. A sok fiatalt és néhány rutinos labdarúgót felvonultató gárda 11 győzelem mellett 4 döntetlent játszott, úgy, hogy a 46 lőtt gól a legtöbbnek, a 12 kapott találat pedig holtversenyben a legkevesebbnek számít a mezőnyben. Nem mellesleg a Balkány megőrizte a 2015. augusztusa óta tartó, immár 45 meccses számláló veretlenségét. Nekünk sikerült olyan játékosokat igazolni, akikkel azt a játékrendszert, amit én szeretek játszani, ezt az egész pályás letámadást, ezzel a fiatal csapattal, ezt mivel sok gyors játékosom van, ezt meg lehetett valósítani. Ezért már az ellenfél tér felén nem engedtük, hogy az ellenfelek ki tudjanak bontakozni, illetve fel tudják építeni a támadásaikat, és ezáltal sok labdát szereztünk, és hát a góljaink száma is ezekből a labdaszerzésekből volt az öme, illetve hát azt kell mondanom, hogy sok olyan kreatív futballistán van, hála Istennek, akik a játékba megtalálják azokat a szituációkat, amik kellenek ahhoz, hogy a támadóink, a szélsőink ki tudjanak ugrani, és ebből sok helyzetet dolgoztunk ki. Bár az ősz folyamán sok kiemelkedő egyéni teljesítmény akadt a csapatban, Mirgai László szerint mindenki kivette részét a sikerekből. Mind a 18 játékos szenzációs teljesítményt nyújtott, Olá Dávid a kapuba parádézott, hátul a Lippai Timi 19 éves létére gólokat rúgott belsővédőként. Hozzáteszem, hogy a középpályán a fiatalok Ohá Román, Kondor Milán, Somogyi Márk, Szabó Marci nagyon-nagyon jó teljesítmény nyugodt, ezek közül szinte mind rúgott gólt, fontos gólokat, illetve hát az Iván Zsoltot is ide sorolom. És hát a csatársorban azt mondom, hogy az Igor Bogdanovics, a Kálai Gabi, hát fantasztikus volt, mind a két srác igazi támadó, ízig-vérig érzik a kaput, úgyhogy nagyon örülök neki, hogy ilyen játékosokkal dolgozhatok együtt. A balkányi csapat január 9-én kezdi el a felkészülést. A játékos keretben minimális változás várható, 2 új futballista csatlakozhat a csapathoz. Egy hazai teremtornát követően valamennyi felkészülési meccsét Hajdúböszörményben játsza majd Mirgai László együttese.